nem vétünk hibákat, hanem csak boldog baleseteink vannak. Illetve kettő kóstoló videó után nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ezt a sört vajon lekóstoltuk-e már egy videó keretein belül. De én az előzőnél is most valahogy ilyen gyanakú lábbal ébredtem. De egyébként szerintem nem, mert hogyha lekóstoltuk volna, akkor biztosan beszéltem volna arról, hogy ez a sör ez akkor jött ki, amikor én nem voltam Magyarországon. És ha megengedsz egy ilyen pici insightot, akkor Marci úgy várt engem ezzel, hogy neki egy pici csalódás, és miután megkóstoltam, én ennek a szöges ellentétét gondolom, és azóta ez a sör, amióta megvan, azóta nálunk az összes ilyen kerti parti, meg húsvét, meg minden baráti összeröffenésnek az alap eleme. Én mindenhova ezt viszem. De ez lehet, hogy azért van, mert én nagyon szeretem a marakuját, és nagyon szeretem, hogyha a marakuja egy ilyen fasza közegben ki van emelve. És ezért volt pont nekem csalódás, mert semmit nem szeretek, amit a Tomi szeret. hogy nekem nagy csalódás volt, hogy én nagyon vártam azt, hogy jöjjön a többi gyümölcs, és hogy ugye erről is sokat beszélünk, hogy mik az elvárások egy sörrel kapcsolatban, hogy vajon kell-e jönnie mindennek, ami fel van tüntetve a dobozon, vagy sem, de hogy én nagyon szerettem volna azt, hogy ennek a narancsos jellege türemkedjen ki. Ebben nincs narancs. A Not a Sunrise. Ja, de van. Igen. Szóval, hogy mit tudom, beszélünk sokat mondjuk a Not a Sunrise-ról, ami egy... Nem, és már akkor megnézem. Ami ananász van még benne. Ja. Ami mondjuk nem volt egy kritikailag is sikeres sörünk, de hogy... De a narancs így felmentálódik. Hogy mi ezt így nagyon bírtuk. És hogy nekem az volt a kritikám a Happy Accident-tel kapcsolatban, hogy a marakuja az elnyom mindent és dominál mindent. De ebben a receptben én kifejezetten azt szerettem volna, hogy a marakuja az... Tudod, van ez a feszültséget keltő háromszög a filmekben, mint egy Tarantino filmben, amikor elől megy valaki, és így mögötte így megy két ember. Biztos megvan ez a kép, amikor így veszi a kamerát. Ugye tanultam médiaismeretet általános iskolában, és ez a feszültséget keltő háromszög. Amikor elől megy valaki, és mögötte kettő másik, aki az ilyen csatlósa. És itt egy picit ez ilyen, tehát hogy ez nem egy egyenrangú csoportosulás, itt a marakuja narancs ananász esetében, hanem a narancs és az ananász szimplán csak azért vannak itt, hogy még jobban kiemeljék a marakuját, mert hogy ez egy... Olyan, mint én ebben a videóban? Nem. Nem. De hogy nem kell, hogy minden dominánsan jöjjön, hanem lehet valami a sztárja egy receptnek, és csak az a lényeg, hogy valamilyen történetet azért meséljen el. Az, amit iszol. És ennek az a története, hogy egyébként egy marakujás savanyú sört, azt még mindig szeretsz. És így tök jó marakujás savanyú sörök vannak a piacon. Egy részét azt mi készítettük bérfőzésbe. És valahogy így mi olyan ritkán jöttünk ezzel ki. És most így tök jó visszatérni egy ilyen marakujás kombinációval. Most egy csomó dologban használtuk egyébként. Használtuk az Ancien Space-ben, a Fekete Ribizli mellett. Ott például a Fekete Ribizli volt az, ami szerintem előtérbe került, és a többi volt az, ami... De abszolút nem volt marakuja domináns. Nem. De nekem most egyébként ebből a sorozatból pont az Ancien Space a kedvencem. Uh-huh. De hogy minden ilyen... Tehát arról szól szerintem mostanában, a jó sört szeretni, a jó savanyú sört, hogy tud, hogy mi az, amit szeretnél elérni. Vannak ilyen küszöb alatti ízek, amiket egyébként csak akkor tudsz, hogy érzel, hogyha van egy olyan vakteszted, ahol az egyikben kiveszik. És azt mondta, hogy fú, de kiüresedett ez az egész. És mint például a Tropical Space Muffinban a kókusz, ami kifejezetten csak azért van benne, hogy az ananászt jobban érezhesd. Azért ez főleg talán az első becse volt igaz, mert a második becse, mert ha emlékszel, akkor valami jó ananászt
mi az kókusz szereztünk, ami ilyen adott egy ilyen extra fémességet a kompozíciónak. Visszakanyarodva a Happy Accidentre, én nagyon sokat találom magamat, hogy ebből kérem ki a másik, harmadik kós, hogy a Madhouse-ban múlunk. Nem, ez egy nagyon-nagyon... Mert ivatja magát, de most ugye bele lettem helyezve ebbe a rossz zsarú szerepbe, és akkor már végigviszem ezt a dolgot, hogy... De imádod. Hogy, ja, ez az én természetes közegem, tehát, hogy máshol igazából levegőt sem tudok venni. Én továbbra is ezt tudom mondani kritikájának, hogy ami miatt talán a Fruit Hopper-től is egy kicsit kiüresedett, és nem tudta betölteni azt a szerepet, amire korábban mi szántuk őt, hogy semmi más nem tud szóhoz jutni a kompozícióban, csak a marakuja. Uh-huh. De el tudom fogadni azt, hogy ez, hogy ez tud jó lenni. Hogy ez így szép, meg ez így jó. Úgyhogy nem leszek szívbajos, hogyha éppen egy ilyen six-packet magammal viszek egy hétvégére valahova. De ja, valóban nem ez lesz a savanyú sorozatunkból az az első, még van benne a savanyú sorozatunkból az első számú, amire én rá fogok markolni. De hogy ez így jó, és a savanyú sorozatunk az persze itt nem áll meg, hanem folyamatosan jönnek a következő dolgok. Annyi, hogy most ettől a smoothie style-tól, ugye ezt beszéltük, hogy ezt egy kicsit megszabadulunk ettől a felirattól. A reggeli smoothie inspirálta ízkombinációk mellé lehet, hogy elegánsabb lett volna, hogyha valóban hozzuk a régi technológiáknak a textúráját. Ezt a nagyon smooth is megjelenés. Tovább is dolgozunk ezen. Vannak elképzeléseink, hogy lehetne ezt jobbá tenni. Egyelőre magát a stílust még nem érzem bevetnek. De, ja, egy double fruity Berliner Weisse, ami összejött. Megmaradnak, harán tartulnak a grafikái, és toljuk tovább ezt a sorozatot. Szóval csak bátorítani tudunk titeket arra, hogy az Identity Enhancer után tartsatok velünk az ügyen. Na, sem egy-két faszacot majd kivétel. Csak annyi, hogy nem tudjuk őket... Tehát, hogy annyi ötletünk versenyez a megvalósításért, hogy már nem tudjuk hova húzni őket, hogy éppen melyiket főzzük le következőre. Van egy ilyen hosszú várólista, hogy éppen mit akarunk megcsinálni. De hát soha rosszabb dilemmát. Soha rosszabb délelőttet, kedves Márton. És akkor még a szárocseri PBJ-tájmat nem is kóstoltuk. Na, ezt majd kihozom attól. Találkozunk a következő videóban.